Sziasztok, Császár Szabolcs vagyok, és itt vagyunk Pécsen, a Remete réten, egy nagyon szép helyen, éppen naplemente van, és egy jegyes fotózásra készülünk, úgyhogy ezt most szeretném nektek bemutatni, hogy én hogyan csinálok egy ilyen jegyes fotózást. Itt vagyunk Attival és Petrával, úgyhogy gyertek velem és nézzétek meg. Szerintem a vége fele merült le, meg ilyenkor remélem elmenti. Akkor gyertek ide kérlek, de az ellenfénybe fogunk egy-két csinálni. Nem kell túl gondolni ezt az egészet, ez olyan, mintha egy randi lenne, és ti most csak így együtt vagytok, én csak ezt megörökítem, oké? Okay? Na, onnan gyertek majd, Léci, az lesz az első feladat, hogy megfogjátok egymás kezét, nagyon egyszerűen a felén jöttök, mosolyogtok egymásra, a kamerába sose kell nézni, a kamerába mindig csak akkor kell nézni, amikor mondom, jó? És akkor onnan jöhettek is egymásra, mosolyogtok, és néztek, és jöttök. Jó, Petra, mert zsebre a kéz, ez az, nagyon jó, nagyon cuki. Jó, oké, és most menjetek vissza, ugyanez lesz a feladat. Így lehet így játszani, mintha már egy kicsit így részegek lennétek. Hát itt bennetek van egy-két pálinka. Oké, jöhettek, felém ez az. Nagyon jó, minél jobban dölöngéltek, annál jobb. Oké. Jó, és menjetek egy picit vissza, most mondjuk oda. És most az lesz, hogy ugyanez, hogy fogjátok egymás kezét, csak egy picit így csípőből így lögdösítek egymást, ilyen kis viccesen. Petra, hogyha így belekarolsz az Atiba, az tök jól néz ki, úgyhogy igen, akár így, ahogy jól esik. Mindig ami jól esik, az néz ki általában jól. Jó, és akkor jöhettek, így nyugodtan így lökjétek el egymást, minél jobban, ez az, minél jobban lökjétek el egymást. Gyertek még, ez az, még. Ez az. Akár így megfogod az Ati kezét, és így jöttök, de ugyanígy egy kicsit lövdösítek egymást, hogy minden ilyesmi, jó? Na gyertek! Oké, ez az, így lehet lögdösülni, ez az, nagyon jó. Igen, tökéletes. Ilyen napfény, minden van, ami kell. Öleld át a Petrát, aki ahogy kényelmes. Minél közelebb vagytok, annál jobb. Ez az, nagyon jó. Jó, és csak maradjatok így. Lehet az orrral játszani, ilyen kis eszkimó kisziket adni egymásnak. Ez az. Nagyon jó. Lehet ilyen homlok összeérintést, ez is cuki. Ez az. Jó, ez tök cuki, és Petra, ide nézhetsz most bele kivételesen a kamerába, ez az. Nagyon jó. Azaz, ez nagyon jó, minden ilyen kis simogatás, puszi, kéz, az nagyon jó nekünk. Petra, most gyere előre, és Ati megáll a Petra mögé, és Petra most velem szembe van teljesen. Aha, azaz, és Ati így átöleled a Petrát, ahogy kényelmes, ez az. És Petra, te pedig csak így élvezed, mindenképpen lehet dölöngélni, az nagyon jól. Hülyén hangzik, de egyébként nagyon jól néz ki a képen. Ez az. Mindig, amikor van valami mozgás, az szuper jól néz ki a képeken. Ati, gyere egy picit előrébb. Igen. És Petra, ugyanúgy, mint az előbb csináltunk mozgásba, csak most ilyen statikus módon is megcsináljuk, hogy így mind a két kezeddel így belekarolhatsz az Atinak a jobb kezébe. Ati, te pedig mindkét kezedet zsebre vágod. Petra, te pedig puszilgathatod, oda bújhatsz az Atihoz. Ez az, adhatsz neki puszit fel, az. Még egyszer picit odarakod az arcodat, Petra. Aha, és erre nézem. Aha, az cuki. Igen, vagy be is csukhatod a szemedet. Nagyon jó. Gyertek ide, megnézzük, hogy itt a napom milyen lesz. Hogyha ide jöttök. Aha, jó is lesz egyébként. Az első feladat, hogy itt párban jöttök. Csak annyi, hogy egy picit jöhet most ilyen kocogás, így felfele. Csak egy picit így. És akár lehet olyasmit is, hogy így elengeditek egymást magatoktól, így közel húzzátok magatokat aztán, és ilyesmik, oké? Okay? Ami nem kell gyorsan futni, tehát elég tényleg csak így éppen, hogy csak így kocogtok. Jó. Gyertek felé, egy kis kocogásra, de egymásra néztek ugyanúgy, oké? Okay? Tekeltek.
kis kocogás. Ez az nagyon jó. Ú, de profi vagyok. Kicsit intenzíven nyomjátok, de az nem baj. Ezek nagyon jó. És ha most ilyen hoverok lennétek, tehát azt így a Petra nyaka köré, azaz, igen, igen. És Petra, te pedig megfoghatod a kezét az Atinak, ott fent, azaz, ez tök jó. És Ati, neked meg a másik kezed mehet a zsebre. Itt is játszatok a csípővel egy picit, oké? Jó. Jó, jöhettek, ez az, nagyon cuki. Ez az, nagyon szuper. Nagyon jó. Jó, és itt meg is állhattok, maradjatok itt, ugyanez a pozíció, és a picit egy jobban egymáshoz fordultok. Ez nagyon szép, igen. Minél közelebb vagytok egymáshoz, innen jó. Lehet egy ilyen halánték kicsi a Petrának. Tökéletes. Cseréltünk egy 55-ösre, mert a 35 az most már kicsit túl széles, már sok olyan képet csináltunk, úgyhogy 55-re váltunk, és azzal pár szűkebb képet is csinálunk. Úgy kéne szerintem, az tök jól tud kinézni, hogyha így, mint ez az ilyen lovagló, vagy nem is tudom, ez milyen. Az, pontosan. Nem is tudtam, hogy erre van egy külön szakkifejezés, de látszik, hogy... Az, hogy kifelé, ez az, nagyon jó. Jó, most maradjatok így, lövünk egy-két képet így. Lehet egy kicsit... Hova nézel? Jobbra-balra, puszi, ide-oda, igazából. Ha egymásra néztek, abból baj nem lehet. Ez az. Nagyon jó. Jaj, ez cuki, ez nagyon jó kezek. Az objektív az utóbbi időben nagyon becsillanásokat csinál, de amúgy jól néz ki. Nagyon jó, ez az. Picit így döcögtetheted is a Petrát, hogy jobban élvezze, jó? Jó. Hogy ne legyen olyan sima az az út. Oké, jöhettek felém, és egymásra nézted. Ez az. Jó, gyertek vissza. Már csak az esküvői csokor hiányzik annak. Ez az. Nagyon jó. Szuper. Jó. Na, de itt nagyon jók a fények, úgyhogy csináljunk egy-két olyat, hogy Ati, gyere ide, arrafele nézel, Petra, te pedig így hátulról karold át az Atit. És ez nem is baj, hogyha nem érsz fel teljesen, picit így lábújhegyen lehetsz. Ati, te egy picit forduljatok mind a ketten egy picit felé, de nem kell teljesen, csak így fél. Aha, azaz, nagyon jó. Jó, és ez tök jó, igen. Ati, elnézhetsz most a végtelenbe, oda a messziségbe. És Petra, minél jobban próbáld megpuszilni az Atinak ott a nyakát. Ez az, ez cuki. Nagyon jó. Jó, picit fölülről is meglőjük, hogy jobban rálássunk az arcotokra. Ez az. Picit így föl is mászhatsz rá, mint hogyha így próbálkoznál így. Forduljatok egymással szembe teljesen, és Petra így az Ati nyaka körül fondd át a kezedet. Aha, és Ati, te pedig csak simán így a derekánál megfoghatod a Petrát. Ati, a Petrának a jobb fülébe súghatsz valami nagyon vicceset. A jobb fülébe. Azaz, valami nagyon vicceset, amitől nagyon, nagyon jó kedve lesz. Jó, és most Petra, te is visszasúghatsz valamit az Atinak a bal fülébe. Hogy az Ati is nevessen egy jót. Ez a bal fülé. Jó, olyat lehetne, hogy így egymásra szembe vagytok, és így magadra húzod a Petrát. Mint hogyha így fel akarnád emelni. Aha, ez az. Ez az, nagyon jó. Jó, és így meg is pörgetheted egy picit, hogy ilyen 360-ba mindenki lássa, hogy mi van. Ez az. Várjál, hogy szettet cseréljünk? Cserélhetünk egy szettet. Lehetne ilyen kötött pulcs is, ilyen cozy, ilyen... Na, akkor megvolt a szettcsere, és most csinálunk egy-két ilyen ülőset.
mert ülősöt még nem csináltunk, és itt van nagyon sok ilyen pad, meg játszó dolog, úgyhogy itt le lehet ülni mindenhol. Én arra gondoltam, hogy meg lehetne azt nézni, hogy igen, hogy Ati, gyere ide föl. Az milyen? Aha, oda fel, és akkor Petra ide, így közéd. Jó, igen, és akkor minél jobban itt is össze vagytok bújva, annál jobb igazából. És itt is összebújhattok, és lehet sugdolózni, lehet pusziszkodni. Pusziszkodás, sugdolózás, simogatás, ezek mindig... De ne, ne folytogatok! Ez nagyon jó. Jó, és lehet élet, hogy becsukjátok mindketten a szemeteket, hogy nagyon, nagyon szerelmesek vagytok. Hát de azok is vagytok. Játszd el! Be kell sugni, hogy ne lásd a másikat. Igen. Ez az. Nagyon jó. Szuper. Keresünk egy olyan fát, ahol nagyjából jó, és akkor egy ilyen valami ilyesmi pozíció, és akkor a Petra jöhet így közel hozzád. De jó, és akkor így egyik át, és akkor Petra mehetsz oda, itt is minél közelebb, így hozzábújsz az Atihoz. Itt is meg lehet fogni az arcokat, így lehet simogatni egymást. Az jó, akár Ati olyat is csinálsz, hogy így benyúlsz a Petra haja mögé. Az jól szokott kinézni. Aha, úgy. A másik kezeddel. Jó, nem érted? Aha, úgy, azaz. Igen. És egy kicsit magadhoz húzod. Itt lehet egy ilyen homlok összeérintős dit csinálni. Ez az. Szupi. Jó, be is csukhatjátok minket a szemeteket. Nézzük meg, Petra jelvezi. Petra jelvezi. Nem, olyat akarok, hogy a Petra teljesen az öletben van. Jó, megoldjuk. Csak lehet, hogy ez itt túl magas. Leülsz, és simán lerakod a lábaidat, és így. Jó. Az úgy olyan természetesebb talán. Aha. Ez az, ez tök jó. Jó, Ati, elnézhetsz most ebbe az irányba, ide balra a messziségbe. Aha. Petra, te meg ott szeretgeted most az Atit. Ez most a... Szeretgés. Ez most az ő. Szeretgessel egy picit. Ez az. Úgy. Puszilgatni lehet. Jó, és lehet itt egy olyat amúgy most kivételesen, hogy így felnéztek ide mindketten. Aha. Ez az. Tök jó. Most már elkezdhetünk egy-két ilyen gyűrűset is csinálni. Lehet arra nem ez az objektív lesz a legjobb, de mi megnézzük. Igen, ez szétpuszilgathatod a gyűrűt. Jó, és ez tök jó volt, hogy így átkaroltad az Atit, és hogy így látszódik a... Vissza, mi van, hogyha így visszafogsz így már ezzel a kezeddel? Most csak így a háttérbe lesztek, csinálunk egy-kettő olyan fotót, amin a gyűrű van a fókuszban. Ez az. Szupi. Jegyes fotózásra, ahogy látjátok, általában a 35-öt használom, fix 35, 1.8-at. Ugye most is azért elég sok ideig fenn volt az 55, 1.8. Néha felrakom a 85-öt, bár az nekem már egy picit túl szűk az én ízlésemhez, de most visszarakjuk a 35-öt, mert csinálunk egy-két ilyen távolabbi képet, ahol jobban így a környezet látszódik, és kevésbé ők. Egy olyasmit kéne, hogy így fogjátok egymás kezét, csak simán, és picit távolabb vagytok most egymástól. Tehát most nem kell nagyon közel menni. Az a lényeg, hogy a napba legyetek. Megnézzünk egy-két ilyen képet. Szuper. Mondjuk ez lehet, hogy nekem nehezebb lesz, mert az árnyékom az benne lesz a képbe, hogyha látjátok. Úgyhogy majd úgy kell helyezkednem, hogy ne legyen benne az árnyékunk. Nézzünk meg egy ilyet. Viki, gyere egy picit idébb, hogy az árnyékod ne legyen benne. Ez az, és most is elnézhettek a végtelenbe. Ez az. Igazából lassan kezd lemenni a nap. 17:05 van, hát ilyenkor már korán megy le a nap, úgyhogy lehet, hogy csinálunk egy-két még ilyen naplementés sztorit, mert most már sokkal jobb.
lehet, hogy egy-két ilyen közelebbit még csinálunk. Egyébként a Pinterestet ajánlom figyelmetekbe. Beírjátok, hogy engagement photos, és sok pozíciót kiad, de hogyha sokat csináljátok, akkor egyébként már egy idő után azért tudjátok, hogy vannak pozíciók a fejetekben, meg pózok, amiket lehet eljátszatni, meg megcsinálni, úgyhogy... De azért ez mindig jó kis segítség, hogyha ránéztek. Olyat kéne, hogy egymással szembe vagytok, és csak nagyon szeretgetitek egymást, és lehet sugdolózni, minél közelebb, annál jobb. Ez az. Ez nagyon szép. Csinálunk olyat, hogy így a kettőtök között kijön a napocska, a kicsi se klisés. ez jó, ahogy így átkarolod az apit, ez nagyon szép. Legyen egy olyan még, hogy Ati elfordulsz arrafele, és Petra így hátulról átkarolod az Atit. Aha. És Ati, te pedig így visszanézhetsz ebbe az irányba. Megfoghatod mind a két kezét a Petren. Aha. Ez az. Ez cuki. Petra, te pedig puszilgatod az Atit. Most megint az Ati lesz elkényeztetve. És nem kell gyorsan, most csak szépen lassan sétáltok felém, egymásra néztek, ez most csak ilyen levezető. Ez az. Jöhet egy kis táncikálás, ha már ilyen nagyon jól tudtok táncolni. Az az, nagyon jó. Ez az. Ez egy dirty dancing, sem emelés, megnézünk. Megnézhetünk. Ez az nagyon szép. Jaj, de jó. Azaz. Jó, egy picit még fordíts teljesen felém a Petrát. Jó, szóljátok, ha már nem bírjátok. Ez az. Szuper. Jó, oké, lerakhatod. Szuper. Aha, jó, ez cuki, ez nagyon jó. Gyertek, forduljatok felé egy picit. Aha, jó, ez nagyon szép. Igen. Most Petra, most ide nézhetsz egy picit a kamerával. Na, még egy közelik innen. Aha. Csak így húz magadhoz minél jobban a Petrát. Aha. Jó, maradjatok még, ez nagyon szép. Petra úgy, hogy egy picit a gyűrű jobban. Aha, így, nagyon szép. És arra? Aha, most csak arra is nézhettek, vagy be is csukjátok. Legyen először egy olyan, hogy becsukjátok a szemeteket. Szupi. Le is ment a nap, úgyhogy készen is vagyunk. Szóval a nap utolsó fényeit ki is használtuk, szerintem szuper jól sikerültek a képek, úgyhogy ha bármi kérdésetek, meglátásatok van, vagy hogy milyen irányba vigyük tovább, mert szeretnék még több ilyen jegyes fotózás, páros fotózás, kismama fotózásos témakörben videót csinálni, ha bármi hozzáfűzni valótok van, azt írjátok meg a komment szekcióba, egyébként pedig iratkozzatok fel a csatornára, és hogyha tetszett a videó, akkor mindenképp lájkoljátok, Petrának és Atinak külön köszi, hogy ilyen rugalmasak voltak, úgyhogy találkozunk a következő videóban. Sziasztok!